...ázónak. De nem csak ők, az ágazat többi dolgozóinak nagy többsége is kizsigerelve, megalázva, becsapva érzi magát. Eltöltöttem a múlt héten egy szolgálatot a mentősökkel, és elképesztő dolgokat mondtak nekem a mentőápolók és mentőorvosok, hogy milyen körülmények között dolgoznak, és még a saját mentőautójukat is a saját zsebből turbozzák föl, mindenféle kisebb berendezéseket kénytelenek venni azért, hogy láthatóak legyenek a forradalomban, és ne legyenek veszélyben. Tehát nem csak bérkérdésről van szó, és nem csak a rezidensekről. A miniszter úr a pár hete zajlott bizottsági meghallgatásán valami olyasmit mondott az egészségügyből az Orbán kormány által kivont hatalmas összegeket firtató kérdésre, hogy igaz, igaz, de az oktatási és szociális szféra sem járt jobban. Hát itt tartunk. Kíváncsian várom, hogy mit fognak tenni a következő hetekben. Köszönöm. Köszönél tartunk. A válaszra megadom a szót Szócska Miklós államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselők. Őszintén be kell vallanom, hogy engem meglepett a hangnemet. Én azt hiszem, hogy az öntől megszokott konstruktív hangnemmel sokkal többet ki tudunk hozni egymásból. Bárcsak lehetőségként hangzott el egy összeesküvés elmélet, de ne haragudjon, de állami vezetőként ezt kötelességem a helyére tenni. Tehát én úgy gondolom, hogy sokkal helyesebb az elmúlt 8 év pénzkivonásáról és a közszolgálati egészségügyi rendszer tönkretételét, mint kiinduló pontot emlegetni. Én úgy gondolom, hogy ebben ön is egyetért, tehát helyesebb ebből a kiindulásból levezetni azt a probléma halmazt, amivel mi szembesülünk, és nem pedig a miniszterelnököt, nemzetgazdasági minisztert, vagy az egészségügyi ágazat vezetőit megvádolni egy tudatos, a fiatal orvosokat előző összeesküvés elmélettel. Azért azt hiszem, hogy ebből ezt tegyük a helyére. Most az, hogy semmi jel nem mutatna arra, hogy mi ezt a kérdést rendbe kívánjuk tenni, akkor azt hiszem nem figyeli eléggé azt, amit teszünk. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy a rezidens rendelet kétkörös rendbetételével, a rezidensekkel együtt dolgozva, őket bevonva egy rendbetevő munkába, próbáljuk egy ösztönző pozitív környezetet kialakítani a rezidensek munkavégzésére, hogyha nem látja az ez irányú törekvéseket, vagy ennek az eredményeit, tehát az, hogy költségtérítést vezetünk be számukra, ingyenessé tesszük a kötelező továbbképzéseket, hogyha ezeket a jeleket nem látja, akkor első körben szívesen felajánlom, hogy elmondanám, hogy milyen erőfeszítéseket tettünk ezért. Tehát nem számon kérni akarom, hogy esetleg nem jutott el ez önhöz, de ezek az erőfeszítések igenis eredményt produkálnak már. Tehát azt, hogy egy az elmúlt évhez hasonló állapotban átvett országot és egészségügyet egy év alatt növekvő pályára állítsunk, ez egy olyan dolog, amit nem kérhet rajtunk számon. A miniszter urat is interpellálja a hozzászólásában, nem mondott olyat, amit ön állít, ő csak azt mondta, hogy az a cél, hogy mindenütt hogy a ráfordítások átgondolt és a célt szolgáló ráfordítások legyenek. Tehát csúsztatások vannak ebben a kérdésében. Most vissza a rezidensekre. Dolgozunk az alternatív forrásteremtésnek a lehetőségein, vissza fogunk térni a konkrét válaszokkal az ön kérdésére, még nincs itt az idő, de rövidesen ott lesz. A rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználása. Csak jelzem, hogy még korábban az egy gyakorlat volt, hogy önkéntes segítőként foglalkoztatták a rezidenseket, tehát egy teljes kiszolgáltatottság állapotában voltak, ezt már a jogszabály tiltja. Tehát igazából apró lépésekből fogjuk felépíteni azt az életpályát, ami ezeknek az egységes életpálya csoportoknak a megoldást jelenti. Az uniós források a harmadik, negyedik, negyed évben meg fogják hozni azokat a növekedési lehetőségeket, amik a továbbképzési rendszer, a mentorok, tutorok díjazását is többek között rendezni tudják, mert a rezidensi probléma nem csak bérprobléma, hanem az, hogy nem is vonják be őket a képzésbe, rabszolgaként alkalmazzák adminisztratív feladatokra. Ebben a tekintetben nagyon sok dolga van azoknak a főorvosoknak, intézményvezetőknek, akik ezt az ösztönző környezetet meg tudják számukra szabni. Szintén ennek a kreatív, számonkérő energiának az egy részét arra kéne fordítani, hogy önkormányzati letelepedési programokat alkossuk, meg fogjuk tenni, tehát mi oda tesszük el mögé a szervező munkát, de a kormányzaton számonkérő munkához hozzá kell tenni azt is, hogy hány szereplője van a rendszernek, és ki tud hozzájárulni a megoldáshoz a maga területén. Úgyhogy a következő időben bízom benne, hogy a konkrét válaszok is és a megoldások is megérkeznek, és megnyugszik képviselő úr, hogy dolgozunk ennek a problémának a kezelésén.
Köszönöm szépen, államtitkár úr. És kérdezem a képviselő urat, elfogadja-e az államtitkári választ. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm, elnök úr. Nem az a kérdés, hogy én elfogadom, hanem hogy az ágazati dolgozók elfogadják-e. Az apró, és az is mindegy, hogy én milyen hangvételben szólalok itt fel, teljesen mindegy ebben a házban, hogy ki mit beszél, úgyis azon, amit itt a kedves kormánypárti képviselők megszavaznak. A jeleket és apró lépéseket látom, de a rezidensek egészen pontosan jelezték, hogy mindez kevés. Nekik nettó 200 ezer kell, különben el fognak menni, nem tudnak itt maradni. Azt mondja, hogy államtitkár úr, hogy nincs még itt az idő. Másfél évvel ezelőtt a választási kampányban az volt a szlogen, hogy itt az idő, és megmentjük az egészségügyet. Ennek nem látjuk még a konkrét lépéseit. Én azt gondolom, hogy a rezidensek kérése teljesíthető. Itt béremelésre van szükség, mert el fognak fogyni az orvosok. Nem fogadom el a választ, elnök úr. Köszönöm. Tisztelt képviselőtársaim, mint hallhattuk, képviselő úr nem fogadta el az államtitkári választ. Kérdezem tehát az országgyűlést, hogy elfogadja-e azt. Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az államtitkári választ. 153 igen, 58 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt országgyűlés, Gőgös Zoltán az MSZP képviselője interpellációt nyújtott be a vidékfejlesztési miniszterhez. Az MVH a minisztériumi kontroll hiányában törvények felett állónak tekinti magát címmel. Gőgös Zoltán képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm, elnök úr, a szót, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. Önök azt ígérték a kormányváltáskor, hogy teljesen újszerű ügyintézés lesz az Európai Uniós támogatások végrehajtásában. Azóta eltelt egy év, és hogy nemhogy újszerűbb, hanem sokkal rosszabb lett az ügyintézés. Ezt igazolják azok a levelek, amik nem csak hozzánk, hanem kormánypárti képviselőkhöz is érkeznek, és hát elég elképesztő dolgokat tartalmaznak. Ezeket nyilván államtitkáros ismeri, hiszen elég sokat jár vidékre, és gondolom ugyanazokat a panaszokat elmondják önnek is, mint másnak. És azt gondolom, hogy tűrhetetlen az az állapot, hogy van olyan gazdálkodó Békés megyében, aki 30 hónapja vár a kifizetésre. Tudom, erre az lesz a válasz, hogy ebből 18 mondjuk a miénk volt. De úgy gondolom, hogy most nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy mi történt az elmúlt egy évben ezzel a gazdálkodóval, akinek már lassan ott tart a pénzügyi hiánya, hogy több lesz a banki kamat ennek okán, mint amennyi támogatást kapott ehhez a beruházáshoz. De vannak olyan véleményem szerint egyértelmű jogszabályos intézkedések, ami a megyei hivatalok szerint központi utasítása történnek, hogy kis összegű támogatási viták miatt, mondjuk a 2006-os rettől ellenőrzésből adódó néhány százezer forintos viták miatt az MVH a teljes egyébként máságon járó összeget visszatartja, és vitára hivatkozva úgy gondolja, ezt megteheti. Én úgy tudom, hogy úgyis, pont nem csak úgy tudom, hogy úgy is van, hogy a jogszabály csak arra ad lehetőséget, hogy ezeket levonhatja a kifizetésekből, de az, hogy több 10 millió forintot visszatart gazdálkodónak azért, mert 200 ezer forinttal elszámolási vita van, azt hiszem, hogy ez elfogadhatatlan mindenki számára. A másik, arra is panasz van, hogy a 23 nappal szemben, ami idő alatt a bíróságra kerülő fellebbezéseket továbbítania kellene az MVH-nak, a bíróságoknak, ezzel szemben több hónapig visszatartja ezeket a periódokat, ez meg egyébként a jogállamiságot veszélyezteti alapvetően, hiszen nem tudnak élni a gazdálkodók azzal a jogos perigényükkel, hogy az esetleges másodfokkal is fönnálló vitájukat mondjuk bírósági úton rendezzék. Ennél még az is nagyon izgalmas, ennél még csak az izgalmasabb, hogy úgy inkasszózzák be a termelőknek a banki számláit, hogy nincsen róla jogerős határozatuk. Tehát magyarul bemennek a bankba, és kiderül, hogy nem tudnak műtrágyát vagy növényvédőszert vásárolni, mert nincs hozzá pénzük, hiszen az MVH szerintük, de szerintem is jogellenesen inkasszót nyújtott be a számla ellen. Úgy, hogy egyébként az ügy még nincsen lezárva, tehát még nincsen végleges eljárás a dologba. Azt látjuk főleg problémák, államtitkár úr, hogy amellett, hogy ez az ügyintézés így zajlik, közben zajlik a tanácsadó rendszernek a leépítése, ugyan az interpellációban ezt nem írtam le, de
azért arra majd, ha tudna még válaszoljon, hogy a 650 falugazdásszal szemben hogy lehet, hogy csak 580 van, ez pedig az ön képviselő társai egy pótkocsiról állva, tombolva követelték annak idején a parlament előtt. Jó lenne, hogyha a saját követeléseiket ezen az ágon is megpróbálnák betartani, és ezekre a kérdésekre szeretnék választ kapni. Köszönöm szépen! Most megadom a szót V. Németh Zsolt államtitkár úrnak a válasz megadására. Parancsoljon, államtitkár úr! Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Az interpelláció címében jelzett feltételezésre és a feltett kérdésre röviden úgy is válaszolhatnék, hogy nem és nem. No, de egy kicsit bővebben. Mindenek előtt szabadjon képviselő urat emlékeztetnem arra, hogy az interpellációban hivatkozott két eset időpontja 2006 és 2008, azaz az MSZP kormányzásának idejére esik, amikor éppen ön volt a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatalt felügyelő minisztérium államtitkára. Így rendelkezett minden olyan törvényes eszközzel, amellyel az említett ügyek lezárását segítette volna, hogy nem tette, felmerül a kérdés, a konkrét ügyben is talán, hogy talán nem is olyan egyértelmű, hogy a hivatal packázik. Tekintettel arra, hogy az interpelláció nem tartalmaz beazonosítható módon konkrét eseteket és adatokat, néhány általános információt kell a tisztelt házzal megosztanom. 2010-ben több tízezres nagyságrendű áthúzódó ügyet örökölt a hivatal. Megfeszített munkával ennek 65%-a rendeződött. Hogy érzékeltessem az arányokat, egy évben 400 ezret meghaladó számú kérelem érkezik a hivatalba, mintegy 700 ezer határozat és végzés születik. Jogorvoslati szakaszban az összes ügy mindegy 3%-a, ebből peres útra 0,3%-a kerül. A hivatal pernyertességi aránya az új vezetés eddigi időszakában 84%-os. A fentiek alapján is jól látszik, hogy a kormányváltást követően rengeteg ügy várt lezárásra. Számos területen tapasztaltunk az előző kormánytól örökölt hiányosságokat, de értelemszerűen a jogszabályok módosítása folyamatban levő ügyekben nem jelenthetett mindig megoldást. Úgy gondolom, a felsorolt adatok világosan beszélnek. A hivatal végzi a munkáját, tevékenységében nincs nyoma, hogy idézzem, törvények felett állónak tekinteni magát, épp így a kontroll nélküliség is minden alapot nélkülöző kijelentés. Képviselő úr pontosan tudja, hogy az MVH eljárásrendje Európai Uniós akkreditáción esett át.